Számos programmal készültek kicsiknek és nagyoknak Dombóváron május utolsó hétvégéjén. Gyereknap alkalmából a zene, az ének és a színpadi produkciók mellett rengeteg elem színesítette a rendezvényt. Készültük színpadi programokkal és kézművesekkel, akik foglalkoztatják itt a gyerekeket és a szülőket. Jelen pillanatban éppen egy kutyás bemutató van a Dombóvári Kutyás Egyesülettel. Hát a program már elkezdődött, hiszen Rostás Andrea tartott aerobikot az egészen piciknek a színpadon. Aztán ezután folytatódnak lesz egy bábszínház, az óvónéniknek a bábszínháza bent a művöldési házban. 16 órától az Aranykapu zenekar ad egy koncertet, ráadásul nekik dombóvári kötődésük van, és éppen 10 esztendős most a zenekar, úgyhogy őket nagy örömmel veszük. Aztán utána a Keptár zenekarral lesz majd egy táncház, és hát korábban meghirdetésre került egy rajzpályázat, a könyvtár által ennek lesz az eredményhirdetése a 17 óra 30 perctől, és hát utána még nagyjából úgy képzeljük, hogy 18 óráig, vagy amíg a fiataloknak és a szülőknek van kedve, folytatódik még a táncház, és hát ezen kívül, ahogy említettem, vannak kézműves foglalkozások, itt mögöttem a fanyűvőknek a játszóháza, kifejezetten népi játékokat lehet játszani, itt van Papné Farkas Gabika, akinél nagyon érdekes ilyen gyümölcsös könyvjelzőket lehet, illetve legyezőket lehet készíteni természetes anyagokból. Elgemrott néva a mézes kalács szakkörnek a vezetője, ő is készült. Aztán itt van a Szőlőhegyi Alkotóház, Király Zsófiának papírmasékat lehet készíteni, a Műfházban működik az Éltes Kávézők, és gyakran résztvevői a programjainknak. A könyvtárosoknál nagyon érdekes kústartót lehet készíteni, van lufi hajtogatás, itt hátul a Fejfer család pedig különböző trambolinnal, illetve más gyerekjátékokkal is készült. Finom ételek, italok várták a vendégeket, de a kézműves vására kitelepülők portékáiból is válogathattak a látogatók. Milyen színű pillanat? Rózsaszín? Vagy szivárvány? A kicsik barkácsolhattak, saját készítésű díszeket is gyárthattak a nap folyamán. Most a mai napra virág készítéssel készültünk, egy varrott virágot csinálunk, aztán színes lapból hajtogatottat, és hát megmutassam, vagy megnézik majd utána, hogy ez még ő is mit mutat. Textiliából, papírból, ezek a mai úgymond ajánlatunk. Egyértelműen mézes karácsozunk, ami ehető, illatos, díszíthető gyöngyökkel, szívekkel, tehát kreatívan dolgoznak, és mindenki sikerélménnyel megy el. Sokan vannak, folyamatosan vannak, türelmet kell kérni, mert van, aki 20 percig is elügyködik a munkáján, úgyhogy örülök neki, hogy ügyesek a gyerekek. A művelődési házban mézes kalács szakkörvezetőként vagyok jelen, és akkor ilyenkor, ha van ilyen lehetőség, akkor jövünk, hogy mindenki elérje ezt a tevékenységet, és otthon is csinálják gyerekek, felnőttek, férfiak, beálltak ők is. Úgyhogy most smiley-k készülnek, meg voltak kis kastélyok, kis mesebeli házikok, gyerekek alkalmából ilyen kis vicces dolgok készülnek. Egy domb, egy szép zöld domb, egy rég nem látott rét. Ezt a gyermekelőadást már Kocsolán láthatták a kicsik. A településen most először rendeztek gyereknapi programokat ilyen formában. Minden évben ugyan természetesen nem feledkezünk meg a gyerekektől, de külön tartottuk óvodába, iskolába, és ma úgy gondoltuk, hogy ez jó, ha így összevonjuk a gyerekeket és az egész falut, és azért szerveztük ide a vendégházhoz mára ezt az eseményt. Délelőtt már a kispolgároknak volt egy faültetés, a 2022-ben született gyerekeknek ültettünk fát, és délután ezekkel a gyerekműsorokkal folytatjuk ezt a programot. Épp a háttérben most egy ilyen 50 perces interaktív mesejáték zajlik gyerekek bevonásával. Utána lehet pónilovagolni, rendőrautó van, csillámtetkót készítenek majd, arcfestés lesz, hajfonás, úgyhogy minden kedves dologgal várjuk itt a gyerekeket, ügyességi játékokkal. Mivel a gyerekek nagyon szeretik a palacsintát, itt megpróbáltuk nekik kedveskedni, minden gyereket várjuk egy-egy palacsintára, egy finom limonádéra, és a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat jóvoltából minden gyerek fagyit fog kapni. És a mai nap zárásaként akkor este még egy retrodiszkot tartunk, várjuk a fiatalokat, idősebbeket egyaránt. Úgy gondolom, így akkor minden korosztályt ki tudtunk elégíteni ezen a napon, és remélem, hogy mindenki jól is érezte magát. A nagy népszerűségnek örvendő énekes, interaktív előadás mellett a kocsolai gyerekek egész nap találhattak kedvükre való programot, és különleges vendégekkel is találkozhattak.